A közösségi értékekre és a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet az idén 7. alkalommal megrendezésre kerülő Közösségek Hete országos rendezvény sorozat, amelyhez a Babits Mihály Kulturális Központ ismét különböző programokkal csatlakozik május 8-a és 14-e között. Május 8-ától 14-éig folytatódik a rendezvény sorozatunk a Közösségek Hetével. Ez egy országos programsorozat, amely már a nevében is hordozza a tartalmát. Lehetőséget és teret kívánunk biztosítani mi is itt a megyeszékhelyen annak a számos kiváló civil egyesületnek, baráti társaságnak, családi közösségeknek, akik saját magukat is kicsit bemutatják, illetve az a sok-sok szekszárdi civil egyesület pedig a saját tevékenységén keresztül mutatja be, hogy mennyi mindent tesz Szekszárd város népszerűsítésért és kultúrájáért. Többek között május 13-án az intézmény a Szekszárdi Humánszolgáltató Központtal egy családi napra invitálja a lakosokat. Ennek során gulyásfőző versenyen, kézműves foglalkozáson, interaktív érzékszervi játékokon és egy vetélkedőn is részt vehetnek az odalátogatók, illetve rajz- és fotópályázat eredmény hirdetése is sor kerül a rendezvényre. Május 13-án lesz a családi napunk, délután 2-től 5 óráig itt a Prometheus Parkban, és ugye ezzel most kapcsolódunk a Közösségek Hetéhez. Általában igyekszünk minél színesebb programot, és hogy a család minden tagjának tudjunk biztosítani ezekből a lehetőségekből. Az idén is lesz kézműves foglalkozás, ahol puskázok egy kicsit, papírvirágokat, papírállatkákat, illetve tavaszi ablakrészeket lehet készíteni. Ezen kívül népi és ügyességi játékaink vannak, amit szintén egyszemélyes, illetve tulajdonképpen egész család kipróbálhatja ezeket a játékokat, és nagyon viccesen, humorosan és nagyon jól szokták érezni magukat a családok. Ezen kívül mindig vannak partnerek, akik megjelennek ezeken a rendezvényeinken. Az idén az egészségfejlesztési iroda jön természetesen az ő egészségsátorával, ahol különböző lehetőségek lesznek, majd az egészséges életmóddal kapcsolatosan lehet beszélgetni, és mindenfélét meg lehet mérni, és ki lehet próbálni. A rendőrség jön, illetve a Rév-szenvedélybeteg segítő szolgálat is jön egy programmal. Ezen felül a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ rendszeresen tart adománynapot, ami az arra rászorulóknak nagy segítség lehet. Minden hónapban egyszer adománynapot, illetve cserebere napot tartunk. Ugye az adománynap az az, amikor idejön valaki, és ami adományt mi összegyűjtöttünk, és a lakosok behoztak hozzánk, azok közül lehet válogatni, kinek mire van szüksége. És a cserebere nap az ugye annyiban más, hogy akkor hozok is valamit, és viszek is valamit. Tehát ilyenkor van mód és lehetőség arra, hogy akkor behozunk dolgokat. Most ugye gondolom mindenki cseréli a ruhatárát, vagy megcseréli, hogy akkor most előkerülnek a tavaszi-nyári dolgok, és a téli-őszi holmik pedig, hát ugye, elpakolásra kerülnek. Ilyenkor, hogyha van olyan, amit már tudja, hogy nem fog használni, akkor egyrészt adományként is adhatja, másrészt pedig ugye a csereberébe pedig az van, hogy akkor hozok valamit, és abból, amit a többiek hoztak, akkor onnan választani is tudom. A Közösségek Hete keretein belül egyebek mellett folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem programsorozat, illetve az Aliszka Brass Band egy önálló hangversennyel kápráztatja el majd a közönséget.